Igen, az Artiráról szeretnék egy picit beszélni, illetve arról egy picit visszahozni a képet a terepre, vagyis hát így arra szintre, hogy a mindennapi, mi napjainkban hogyan zajlanak a kapcsolatok, a találkozások a szerhasználókkal, mi az, ami kihívást okoz, és mi az, ami valójában a mindennapokban nem okoz kihívást, még akkor sem, hogyha adott esetben ezekről sokat hallunk. Például itt gondolok arra, hogy az új pszichoaktív szerekről rengeteg szó esik, és egyre több információt tudunk meg. Sokszor számunkra nem túl sokat jelenti. Nagyon jól tudom, hogy fontos ezeket, hogy tudjuk, hogy laborba bevizsgálják, hogy legyen nevük ezeknek ennek az egyéb kategóriának, is pontosan tudjuk őket megnevezni, de úgy az igazat megvalva a mindennapokban, mi az ártalomcsökkentő programunkban nem hiányoljuk azt a tudást, hogy ez mondjuk nincs a birtokunkban, vagy nem sajátítjuk el. Az Artér Alapítvány 2007-ben jött létre, és 2009 óta végez alacsony küszöbű ellátást. Bent vagyunk a belvárosban, a keleti pályaudvar mellett, egy egészen jól elérhető helyen. A közlekedés szempontjából tényleg könnyen elérhető, milyen értelemben tényleg nincs panasz. 2009-ben kezdtük el a munkát, és nagyon fontos volt számunkra az, hogy aktív szerhasználókat érjünk el, és erre az igény, vagy erre az ötletre, vagy nem tudom, erre a felütésre, ugye hogyan érjük el őket, ha nem ismernek, akkor egyenlőre még nem fognak oda eljönni hozzánk. Aktív szerhasználók, célozzuk meg az intravénás használókat, és ha az intravénás használókat igyekszünk elérni, akkor viszonylag egyszerű, és a technika, hogy hogyan lehet őket mondjuk megfogni, hogy fecskendő tűcsere programot indítunk el, vagy tűcsere programmal kezdjük elérni őket. Ez a tervünk egyébként, ez bejött, ez működött, viszonylag gyorsan elértek a kliensek. Itt a srácok is elmondták, hogy igazából szájról szájra terjedt ennek a híre, nem volt arra egyébként sem erőforrásunk, sem azt láttuk, hogy nincs arra igény, hogy magunkról olyan szinten hírt adjunk, hogy a klienseket így kellene megszólítani, ezt a rejtőzködő célcsoportot elérni, sokkal egyszerűbb volt úgy, hogy egymásnak adták át az információkat. És 2009-ben, 10-ben még ott nem olyan sokat beszéltünk, vagy nem volt erről, nem volt ez a jelenség, ez a designer szereknek az elterjedése. Nagyon sok olyan ópiát használó járt le hozzánk, akik mondjuk nem mentek el az akkor már működő programokba, gondolok itt a 8. kerületi programba. És hát így kezdtünk el dolgozni. 2012-ben volt a szervezetnek egy mélypontja, itt ez mindenki által ismert ilyen finanszírozási nehézségek, mi így belecsúsztunk, akkor nem tudtunk működni, majd aztán utána szépen valahogy visszaállt a rend, és hát továbbra is ezen az egy lábon állva kitanultuk az ártalomcsökkentésnek a különböző technikáit, és hát beletanultunk ebbe, én mondhatom ezt, hogy nem kellett mással foglalkoznunk, mert nem volt más dolgunk, mint hogy az ártalomcsökkentő programot működtessük. Hát, igen. Láttuk azt már egy ideje, főleg itt a szerváltás, vagy a piaci, kábítószerpiaci trendeknek a változásával is megjelentek egyébként nem új kliensek, mert vagy a régi kliensek álltak át más szerekre, vagy pedig már programokban járt emberek találtak meg minket, hogy hát van ez a jelenség, ez a új pszichoaktív szereknek nevezett használat, és hát igazából azt
mit tudunk ezzel kezdeni, mint ártatom csökkentő program. Mai napig egyébként keressük erre a választ. Nagyon sok kérdéseink vannak, válaszunk nem mindig olyan nagyon sok. Azt látjuk most jelen pillanatban, hogy a tűcsre programok ugye itt megálltak, tehát valójában az a 30 szervezet, amit a Orsi ott neked volt, az nem kételkedve abba, hogy az van, csak hogy úgy végigfutottam, hogy mondjuk Budapesten hány szervezetnél van valósan tűcsere szolgáltatás, és azt is láttuk, hogy ez a budapestiek elviszik ennek a 70-80%-át, hogy akkor a maradék ilyen mérvű erőforrásokat hogyan lehetne jól beosztani, vagy jól csoportosítani, ha ténylegesen ennyi szervezet végez, vagy jelent le tücsere szolgáltatásokat. Mi nem vagyunk egy ilyen nagyon mondogatós sok, tehát igazság szerint úgy csendben tesszük a dolgunkat, aztán hogyha megkérdeznek, akkor válaszolunk, de hogy úgy önmagunktól nem nagyon szoktunk a véleményünket úgy nagyon kihangosítani. Azt gondoljuk, hogy egyrészt nekem nagyon tetszett, amit a belga kolléga mondott, hogy nem megijedni attól, hogyha esetleg a saját feladatunknak a azonosítását mondjuk át kell fogalmazni, gondolok itt akár arra, ami elhangzott, hogy az ártalomcsökkentés vagy kockázatcsökkentés, egész jól hangzik, tehát hogy nincsen ezzel önmagában semmi baj. Tehát az, hogy tűcserét végez az Artér Alapítvány, azt mi nagyon szeretjük, csináljuk, vállaljuk, de azt gondoljuk, hogy önmagában, tehát hogy ezen, na tehát az elmúlt időszakban nagyon sokat elhangzott az, hogy milyen fontos a tűcsere, és valóban nagyon fontos, de az ártalomcsökkentés szempontjából, ha csak ezt hangosítjuk ki, akkor az történik, ami történt, hogy így nem annyira tetszik ez az emberre, vagy nem tudom, szóval ezzel nem lehet érzékenyíteni az embereket, hogy a tűcserét, mint felütés, az már pedig fogadjátok el, hogy tűt kell cserélni. Nem tudom, hogy lehet, hogy nem értető, amit mondok, csak igen? Hanem, hogy a saját feladatunkat hova pozícionáljuk, hogy nekünk mit jelent az, hogy az ártalomcsökkentő programunk, vagy az alacsony küszöbű programunk, és hát szóval, hogy így ennyi, ez a gondolatunk. Igen. Picit átnéztük a 2016-os évet, így a forgalmi adatokat, úgy igazság szerint nagy változást nincsen. Nálunk valójában a korábbi évekhez képest csökkent az ilyen adatszerű forgalom. Igen, nálunk is kevesebb a cserélés, mondjuk a cserearányunk az jobb, kevesebben jönnek le, figyeljük, hogy mi lehet ennek az oka, hogy miért nem járnak az emberek be a programokba, hogyan tudnánk őket elérni, ha nem a eszköz osztással, akkor, vagy a cserével, akkor mi lehet az a technika, amivel be tudjuk őket hívni. Ezek a kérdéseink. És hát az igazság, hogy itt most valójában ugye mindenki, vagy legalábbis a nagy része ilyen programban dolgozik, akik itt ülnek. Tehát hogyha erre van ötletetek, vagy van valami fajta megoldásotok, azt vesszük szívesen. Én? Ennyi. Vannak akkor javaslataitok erre a kérdésre, vagy bármilyen egyéb kérdés felmerült bennetek az előadással kapcsolatban? Az a kérdés, hogy ha jól értettem, akkor azt mondod, hogy mivel a tűcserét, ami ugye csak egy része az ártalomcsökkentésnek, azt nem igazán lehet jól eladni, ezért inkább nem is
nem hangsúlyozzátok annyira, nem az van, hogy szőnyeg alá söpritek, hanem nem hangsúlyozzátok, csak akkor, és hogyha jól értem, akkor kiemelném ezt a kérdést, hogy akkor az ártalom csökkentést, az hogyan lehetne elmondani, hogy az miért jó a többségi társadalomnak? Hát lehet, hogy arról egy picit kevesebbet beszélünk, hogy hogy milyen fontos, hogy kezelésbe kerüljenek a droghasználók, és nem csak az injekciós használók, mert hogy a tűcserével csak idézőjelben csak őket tudjuk elérni. De mondjuk mi van akkor, hogyha tényleg azért jönnek be kevesebben, mert kevesebb a szúrás. Nem azt gondolom, hogy kevesebben használnak szereket, és megvalósul ez a vágyálom, hanem hogy jelen pillanatban most tényleg nem az injekciós használata, nem az tombol. És ilyen eszközigény mondjuk erre való kevés van, hogy akkor igen, tehát hogy akkor az elérés, a bentartás, a kezelésbe juttatás, az, hogy tudnak ők, milyen lépcsőkre tudnak fölmenni. Az alacsony küszöbbe, ez évtől szenvedély közösségellátás is van nálunk, de például azt látjuk, hogy az alacsony küszöbbe érkező ellátottak nem feltétlenül a közösségi ellátásba fognak egy következő lépcsőt meglépni, hanem igazság szerint tehát aki tovább lép az ártalomcsökkentő programból, az általában rehabilitációs kezelők otthonba kerül, tehát átugornak egy nagy szakaszt. Igen, tehát hogy a tűcserét nyilván, tehát nem arról, hogy szőnyeg alá söpörni, csak hogy ha ezzel azonosítjuk az ártalomcsökkentő programokat, akkor az nem fogja előre vinni szerintünk magát ezt az egész rendszert, mert hogy nem feltétlenül csak tűcsere. Igazából nekünk ez egy ilyen, tehát valahogy úgy gondolunk rá, hogy egy olyan technikai eszköz, vagy olyan elérési mód, amit vagy választunk, vagy nem. Tehát, hogy... Igen, szerintem ezzel már vitatkoztunk mi, vagy én is erről kifejtettem a véleményt. Szóval én azt gondolom, hogy a tűcsere az nem egy technikai elérési mód, hanem egy életmentő szolgáltatás, ami a HIV-t és hepatitis megelőzésnek a leghatékonyabb formája, és hogy iszonyú nagy igény van rá Magyarországon, iszonyú kevés az elérés, iszonyú kevés a kiadott fecskendő, láthatjuk, hogy a 8. kerületben 70% a hepatitis, nincsenek szolgáltatók, az emberek fertőződnek meg, vérmérgezést kapnak és meghalnak, tehát nem arról van szó, hogy mi hogy szeretnénk elérni a klienseket, hanem hogy erre lenne szükség. És az, hogy a tűcserét a jelenlegi kormány utálja, az nem jelenti azt, hogy a tűcser ez egy rossz dolog lenne. Innentől nem hiszem, hogy erről úgy szóval, hogy ezt így szégyelni kéne, vagy eldugni. Vagy. Azt se gondolom, hogy az, hogy mi próbáljuk megvédeni a tűcserét, az rontja a helyzetünket, mert így is úgy is ki akarják nyírni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát nem mi vagyunk azok, akik rosszat teszünk ennek, hanem azok, akik ezeket ellehetetlenítik. És azzal csak segítünk nekik, hogyha ennek alá megyünk. Ezt mondtam már korábban is, hogy ha elfogadjuk ezt, hogy nekünk akkor nem beszélünk tűcseréről, akkor bármi jobb lesz, hát szerintem ez nem lesz így. Tehát szerintem az egyedüli megoldás az, hogy igenis kiállni, és azt mondani, hogy a tűcsere már pedig jó. És már pedig fontos, és ugyanúgy és amiről ez az egész nap szólt, hogy igen, a kezelésbe jutást is segíti, de hogy ha nem mindegy, hogy például akik itt kinn ültek, ők HIV pozitívan hepatitisszel és levágott kézzel mennek arra a kezelésre, vagy pedig egészségesen. És hogy ezt igenis, tehát hogy ha ez az igazság, akkor ezt kell kommunikálni. Én legalábbis ezt gondolom. De Pisti, mi tűcserét csinálunk, még azon egy-két szervezet közé tartozunk, ahol egyébként van tűcsere. Tehát mi hiszünk ebbe, amit mondasz, ebbe közöttünk nincsen egyáltalán. Szerintem, én nem tudtam, hogy vita van, de hogy nem, ez nincs, hanem hogy igen, de mi van most azzal és nem az új pszichoaktív szerekkel, amit 8 éve annak nevezzük, hogy új szerek, hanem azzal az új jelenséggel, hogy most nem kell fecskendő ahhoz, hogy használja ezeket a cuccokat. És attól még a tűcsere, oké, rendben van, menjen. Csak azzal, tehát hogy milyen célt értünk el azzal, hogy annyira felhangosítottuk azt, és gyakorlatilag azon teljes mértékben majdnem összemostuk a
ezeket a szervezeteket, hogy ez tűcsere. Azoknak nagyon fontos, aki el kell, hogy érje, akinek szüksége van rá. De hogy úgy igazából mi azt valljuk, hogy nekünk, aki tűcsere programot végez, nekünk nem ezt kell kitenni a cégére, és nem azért, mert a szőnyeg alá akarjuk söpörni, vagy hogy szégyelnénk, amit csinálnak, akkor nem csinálnánk, hát tehogy is, hát ez ilyenről szó sincs, csak hogy ezzel mi nem jutunk el, akkor holnaptól mi sem fogunk működni, és akkor azzal most akkor mit értünk el vele? Egyébként hozzáteszem, hogy és ezzel nem akarom ilyen pénz, vagy ilyen finanszírozási téma felé elvinni a dolgot, mert nem gondolom, hogy ez lenne nagyon nagy baj, de nem hiszem, hogy ez a leges legnagyobb baj lenne. De azért azt hozzáteszem, hogy a már emlegetett tűdepónak nevezett minisztériumi fecskendő odaadás, vagy én nem nagyon meglepődnék, ha ez folytatódna, ha nem ez lett volna az utolsó, és egyébként ez el fog fogyni, tehát hogy konkrétan elfogy, és ezt a mennyiségű fecskendő kiosztást, ezt például mi nem fogjuk tudni önerőből megfinanszírozni. Tehát egész egyszerűen akkor hozni kell majd olyan döntést, hogy most tovább csináljuk-e, vagy nem tudom, honnan vesszük el a nem lévőt, és akkor és van-e arra stratégiánk, hogy mi van, hogyha nem tudunk csinálni például a tűcsere szolgáltatást, és a technikát azt most én arra értettem, hogy persze, hogy oké, de hogy az mégiscsak az intravénás csoportnak az eléréséhez mégiscsak egy technika a fecskendő csere, és hogyha az nincsen, akkor vajon hogyan tudjuk őket elérni? A csokigó jó lesz a megoldás, vagy a múniék által, nekem nagyon tiszteletre méltó dolog, hogy nem lehetett, de mégis megtartják azt a klienskört, akit korábban 20 évig a tűcsere programba tartottak meg úgy, hogy egy darab fecskendőt nem adhatnak ki. Szóval, hogy igen. Egy közelben. Mert én úgy láttam, hogy nincs köztetek valójában vita, Jani. Hogy elgondolkodtam azon, hogy amit Pisti mondott, abszolút tudok azonosulni mindazzal, amit elmondtál, és azzal is, amit te, hiszen de valójában valószínű ott lehet egy ilyen kis ellentmondásnak látszó valami, hogy én azt gondolom, hogy így láttam az elmúlt 18-20 évet, hogy a maga a tűcsere szolgáltatások, azok, ahogy mondtátok is, nagyon relevánsak voltak akkor, hiszen egy hatalmas réteget érintett, és egy csomó kliensnek ez volt az elsődleges, és meg tudtátok velük értetni, akik régi szolgáltatók, hogy ez mennyi minden függ azon, hogy steril eszközöket használjanak. És az tény, hogy így alakult ki a szakmán belül, hogy egy-egy alacsony küszöbű szervezetet, vagy ő tűcserét csinál, és akkor az volt olyan nagyon markáns jellemző a szervezetnek, hogy volt X tűcserés, mert hogy ugye ők voltak a legközelebb azokhoz a szerhasználókhoz, akik aztán tényleg így belevágtak rendesen ebbe a történetbe. De hogy valójában ez egy nagyon érdekes dolog számomra is, és hogy, ugye hogy ebben a helyzetben, hogyha ezt tapasztaljátok, és egy kérdésem ennek kapcsán lenne, hogy ténylegesen kevesebb a tű iránti igény, hogy ez legalábbis úgy jelenik meg, hogy emögött valójában mi van, azt gondolom nem nagyon látjuk. Tehát, hogy emögött van-e egy olyan vonulat, hogy például csak feltételezés magamban, hogy mondjuk kevésbé mert ez a rejtőzködő csoport egyáltalán mozdulni valamerre, mert hogy tudja, hogy a mostani környezet, társadalmi környezet, az milyen, hogyan viszonyul ehhez a témához. Tehát, hogy miután ugye sokkal inkább a kriminalizáció irányába megy a hazai drogpolitikai klíma, ezt is lehet, de ezt nem tudjuk felmérni, sajnos ilyen irányú kutatásaink nem nagyon vannak. De az is lehet, hogy a másik ilyen ok, hogy ténylegesen a dizájnerek megjelenésével számszerűleg is kevesebb tűre van szükség, mert hogy nem úgy használják. De hogy ilyen szempontból csak annyi kérdésem lett volna, mert hogy felvetetted, hogy milyen ötletek vannak, hogy Móniéknál is vannak ötletek. Tényleg érdemes szerintem ezekről beszélni, hogy mégis hogyan lehet
a droghasználókat bevonzani, mert mi például azt tapasztaltuk, mindig ezt mondtuk, hogy a francba mégiscsak kellett volna tűcserét csinálni, mert olyan baromi nehéz bevonzani az alapítványunknál azokat a szerhasználókat, akik hát mennek inkább a tűcserébe, mert ott ugye a nagy igény van. És hiába próbáltunk, helyenként sikerült egy-egy réteget megszólítani, bevonni a programokra, de hogy olyan markánsan nem. És hogy most ezen szerintem tényleg kellene a szakmának így tapasztalatot cserélni, akár jó gyakorlatokat megismerni, nemzetközi szinten is, hogy ha ez tényleg így változik a világban, hogy mondjuk a tűcserék iránti igény, hogy vajon hogyan tudják úgy ügyesen mégis azt a klienskört egyrészt vagy megtartani, vagy az új a szerhasználókat megtalálni, bevonzani, hogy egyáltalán ott legyenek a környezetükben. Tehát, hogy azért is gondoltam, hogy nálatok ténylegesen voltak-e ilyen irányú próbálkozások, vagy mit tapasztaltok, hogy mi az, ami működik, mi nem, mert hogy erre szerintem mindenki kíváncsi lenne. Azt szeretnénk, hogyha meg tudnánk azt tenni, legalább annak a töredékét, amit a belga szervezetnek a előadásában láttunk, hogy ahol megjelennek ilyen szolgáltatások, hogy fogorvos van, orvos van jelen, olyan igényeket tudnak kielégíteni, és ez ráépül, és az egyik eleme az, hogy persze, igen, ki lehet cserélni az eszközöket, de mondjuk akinek nem, hogy akkor nem technika, akkor valami hívószó, vagy valami, ami miatt oda fog jönni hozzánk, és vagy bárhova, és jelen van, hogy ezeket a kis szolgáltatási elemekkel mondjuk tudjunk bővíteni az ellátásunkat. Tudjuk mindannyian, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni, vagy miért nagy részben ezek csak tervek. Egyébként az elérés szempontjából azért nem az történik, hogy nem jön be hozzánk senki, tehát azért ez napi szinten egy ilyen 15-20 megjelenésre csökkent le a korábbi 40-50, tehát azért naponta még 15-20-an azért jönnek, és jellemzően ez az a szám, aki a ártalomcsökkentő programba jön, nagy részük természetesen cseri a fecskendőt, de nagyon nagy számban használják azokat a szolgáltatási elemeket, hogy mondjuk a mosás, vagy a ruháknak a használt ruhák elvitele, leülnek, pihennek, internet szolgált, tehát ezeket is jellemzően használják. Ezen felül még, de az teljesen más, mert az nem ez a téma, az elterelésben, a közösségi ellátásban van megjelenés. Tehát, hogy valójában ezek a számok vannak, de én úgy tudom, hogy a többi ellátónál is kevesebben vannak. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk valami miatt hozzánk nem jönnek, hanem hogy a válaszútnál is kevesebben vannak, nem tudom a baptiknál mi a helyzet, de hogy alapvetően az a nagy tömeg, vagy az a nagy arány. Én azért kezdtem a Virágtól, hogyha bemennek a 8-ba, akkor látják-e ezt a jelenséget, hogy most ott ők úgy tanástalanul állnak, hogy hova menjenek, hogy vannak ott ilyen emberek, akik úgy állnak. De... Ez egyébként, bocs, de hogy itt a HEPA, meg a fertőzöttség szempontjából is, majd ez biztos megjelenik, hogy mennyi, hány ember tudunk elérni és szűrni. Most... További kérdések? Vagy már igazából átmentünk beszélgetésbe? Csak ilyen kommentként mondanám, hogy tehát az, hogy csökken az elérés, ez egy csomó olyan feltétel van, amit civil szervezetként vagy alapítványként nem tudunk kontrollálni. Tehát az, hogy a rendőrségi fellépés milyen, az, hogy csökken a forrás, amit tudom én, ezek ellen nem tud szembe menni egy szervezet, nem tud olyan szolgáltatásokat nyújtani, ami ezt kompenzálni tudná. Szóval hogy ebben szerintem ez van a másik, meg hogy az új becslés szerint meg 1000-rel több intravénás szerhasználó van az országban, szóval hogy ez egy ilyen dolog. A másik, amit meg lehet tudni, hogy nem fognak kimenni nagyon arról a területről, tehát hogy ahol
hogy mondjam, ha 8-ban megszűnt a szolgáltatás, ők nem fognak nagyon átmenni, szerintem. Vagy szóval, hogy nem tudom, mondjuk az artérában nem tudom, mennyire változott az a kör, akik oda járnak az elmúlt években, hogy változott-e azzal, hogy megszűnt a 8-ban a tűcsörát, amennyire tudom, nem nagyon. Nem jellemző egyetlen. Tehát, hogy igen, mindegy, szóval ez az egyik, hogy ez ellen nem lehet mit tenni. Tehát, hogy magukat az intravénes szerhasználókat, jó, hogy mondjam, az amilyen törvényi feltételek most vannak, meg amilyen stigmatizáció lett az intravénes szerhasználókon, ezen egyedül egy semmilyen szervezet nem tud változtatni. A másik meg, hogy hogyan lehet elérni mondjuk olyanokat, akik nem intravénás szer használnak, mondjuk ezeket a ártalomcsökkentő szolgáltatásokkal, azt meg pont nem tűcseréknek kéne csinálnia. Tehát, hogy azok, akik meg nem szúrnak, hanem szívnak, azokat meg tökre nem kéne beterelni egy olyan szolgáltatásba, ahol tűcsere van. Mert hogyha ők nem szúrnak, akkor meg tök jó lenne olyan szolgáltatásokat, külön szolgáltatásokat kiépíteni, amik mondjuk ezeknek ezeknek szól. Mert hogy volt a Krisztóf előadásában is erről szó, van nekik egy szolgáltatásuk, a plugin, ami ilyen fiatal szerhasználóknak szól, ahol mondjuk van tű is, de nem ez a fő, de hogy talán ez Krisztóf, hogyha gondoljátok, vagy ő biztos jobban el tudja mondani, de hogy ott lehet, mit tudom, egy internet, ezért van egy ilyen közösségi tér, és amúgy adnak egyszerhasználatos ilyen szipkát, amit így össze lehet tekercselni papírt, és amivel fel lehet szívni a porokat, vagy adnak fóliát, meg ilyesmi szolgáltatások vannak, de hogy ez direkt le van választva attól a központról, amiről beszélt, ahova metadon programra meg tűcserére járnak az idősebb szerhasználók. Hát ennyit, csak ezt akartam mondani.